Miért kezdtél el párbajtőrözni? Hát a 2020-as nyári olimpián nagyon megtetszett maga a vívás, és igazából ott döntöttem el, hogy én ezt szeretném csinálni. Mit szeretsz benne a legjobban? Magát a mozgását, azt, hogy néha pár másodpercen dől el, hogy mi lesz az asszó eredménye, hogy akár egy rossz mozdulat is végzetes hiba lehet. Milyen érzés versenyezni? Nagyon jó. Versenyezni nagyon jó, de nyerni még jobb. Mire gondolsz, amikor a pástra lépsz? Versenyeken, amikor ott állok egy nehezebb ellenfél előtt, át szoktam venni a fejemben, amiket iskolázásnál tanulunk, gyakorlatokat. Mi volt az idei legjobb élményed a vívásban? Amikor harmadik lettem a Békés Csabai versenyem. Ott nem tudom hogyan, de ott valahogy minden nagyon jól ment. Miben szeretnél jövőre javulni? Gyorsaságban. Gyorsabb szeretnék lenni, mert most elég lassú vagyok. Van kedvenc sportolót példaképed? Magyarok, Osisosok például, Kopp Máté, Nagy Dávid, Szilágyi Áron. Van kedvenc vívód? Magyarok. Az edzésen kívül mit szeretsz a szabadidődben csinálni? Olvasni, zenét hallgatni. És az olimpián kinek fogsz szurkolni? A magyaroknak. Kezdtél el párbajtőrözni? Én azért kezdtem el párbajtőrözni, mert láttam Szilágyi Áron megnyerni az olimpiát, és így kedvet kaptam a víváshoz. Mit szeretsz benne a legjobban? Én a vívásban azt szeretem a legjobban, amikor tétmeccs van. Milyen érzés versenyezni? A legjobb érzés a világon, nem tudom így leírni. Rettenetesen jó érzés. Mit gondolsz, amikor a pástra lépsz? Amikor a pástra lépek, próbálok mindent kizárni, csak a vívásra gondolni, meg az arra, amit az edző mond. Mi volt az idei legjobb élményed a vívásban? Hú, hát nekem így most kettő jutott eszembe. Az egyik, amikor megnyertem a Pilisi kupát, a másik pedig, amikor a Pécsi olimpicin top 8-ba kerültem. Miben szeretnél jövőre javulni? Szeretnék a gyorsaságomban, a kitörésem pontosságában és a fejben javulni. Van kedvenc sportolód, példaképed? Hát nekem Szilágyi Áron a példaképem. Akkor ő a kedvenc vívód is. Nem. Nem? Ki a kedvenc vívód? A kedvenc vívunk Kock Máté, Szilágyi Áron, csak a példaképen. De őt is nagyon szeretem. Az edzésen kívül mit szeretsz csinálni a szabadidődben? Az edzés meg a tanulás elég sok szabadidőt elvesz, de amikor van, én nagyon szeretek olvasni, meg kimenni az erkélyre, és távcsőben nézegetni a madarakat. Kinek szurkolsz az olimpián? A magyar vívócsapatnak, hát az összes maga, magyarnak és a vasasosoknak. Miért kezdtél el párbajtőrözni? Mert láttam az olimpiát, és nagyon megihletett. Mit szeretsz benne a legjobban? Hát az edzésen, hogy így
hogy így komolyan megedzenek, nem úgy, mint mondjuk egy táncóra, mert egy évig táncoltam, és ez nem annyira jött be nekem. Milyen érzés versenyezni? Hát izgalmas, meg nagyon jó érzés, amikor nyerek egy asszót, meg amikor tovább jutok a kiesősben. Mire gondolsz, amikor a pástra lépsz? Hát így szoktam gondolni, hogy ezt nyernem kell, vagy hogy így ilyesmi érzésem van, meg hogyha versenyen, akkor meg hogy ez kell a továbbjutáshoz, hogy a fejlődéshez. Mi volt az idei legjobb élményed a vívásban? A versenyek. Azt nagyon szerettem. Meg meg az iskolázásokat nagyon szeretem. Miben szeretnél jövőre javulni? A gyorsaságomban, meg hogy sokkal sokkal dinamikusabban csináljam a védéseket, meg a kitöréseket. Van kedvenc sportolód példaképed? Szilágyi Áron és Szászemese. Akkor ők a kedvenc vívóid. Igen. Az edzésen kívül mit szeretsz a szabadidődben csinálni? Hát én csellózok is, és akkor mindig előveszem, meg olvasni is nagyon szeretek. Kinek fogsz szurkolni az olimpián? Hát a Szilágyi Áronnak, magyaroknak fogok szurkolni, meg akik ide a Vasasba jártak. Miért kezdtél el párbajtőrözni? Hát én úgy az olimpián úgy láttam a vívókat, hogy milyen ügyes, és nagyon megtetszett nekem. Mit szeretsz benne a legjobban? Nem tudom igazából. Hát nagyon izgalmas, nagyon jó nyerni benne. Egyénileg sokkal jobb szerintem nyerni, mint nagyon csapattal. Milyen érzés versenyezni? Hát, hogyha nyersz, az elég jó, hogyha vesztesz, az kevésbé. Mire gondolsz, amikor a pástra lépsz? Nem tudom, hogy megnyerem. Mi volt az idei legjobb élményed a vívásban? Nem tudom, szerintem a Pilisi kupán, amikor második lettem. Miben szeretnél jövőre javulni? Hát úgy fejben, hogy ne veszem el. Van kedvenc sportolód példaképen? Igen, Cristiano Ronaldo. Ki a kedvenc vívód? Koch Máté. Az edzésen kívül mit szeretsz a szabadidődben csinálni? Hát szeretek úgy általában sportolni, olvasni, játszani a testvéreimmel, ilyesmiket. Mit sportolsz még? Focizzók, vívok és teniszezek ugye. Kinek szurkolsz az olimpián? A magyaroknak. Mit kezdtél el párbajtőrözni? Igazából az egyik ismerősünk mondta, hogy ő ugye itt dolgozik, és akkor megkérdezte, hogy nem szeretnék-e belekezdeni, és itt maradtam. Mit szeretsz benne a legjobban? A versenyeket, és hogy van tétje. Milyen érzés versenyezni? Leírhatatlan, nagyon jó. Mire gondolsz, amikor a pástra lépsz? Hát, hogy ennek most tétje van, és most bele kell adni a legtöbbet. Mi volt az idei legjobb élményed a vívásban? A versenyek és az iskolázások. Miben szeretnél jövőre javulni? Kicsit agresszívabbnak lenni, és a technikák meg bátrabbnak lenni. Van kedvenc sportolód példaképed? Igazából a vasasosok. Ki a kedvenc vívód? Nagyon szeretem Szászemesét, és hát így összességében a magyarok és a vasasosok.
Az edzésen kívül mit szeretsz a szabadidődben csinálni? Az edzés és a tanulás mellett nem nagyon van szabadidőm, de ha tehetem, akkor számítógépen játszok. Kinek szurkolsz az olimpián? Vasasosoknak, magyaroknak, de még titokban a japánoknak is. Miért kezdtél el párbajtőrözni? Mert szerettem volna valami különleges sportot, amit egyénileg kell csinálni. Mit szeretsz benne a legjobban? Jól szórakozunk és közben vívunk. Milyen érzés versenyezni? Hát nagyon jó, mert tudom, hogy igazából csak egy szórakozás az is. Mire gondolsz, amikor a pástra lépsz? Hát, hogy nincs semmi tétje, hanem csak vívunk. Mi volt az idei legjobb élményed a vívásban? Amikor a kezdőkkel együtt vívtunk, mert láttam, hogy én is nagyjából ilyen voltam még pár éve. Van kedvenc sportolót példaképed? Koch Máté, Szilágyi Áron, meg Százalese. Miben szeretnél jövőre javulni? Agresszívabban kellene támadnom, meg szúrnom jobban. Ki a kedvenc vívód? Koch Máté, Százalese, meg Szilágyi Áron. Az edzésen kívül mit szeretsz a szabadidődben csinálni? Nagyon szeretek olvasni, rajzolni, meg zenét hallgatni. És kinek fogsz szurkolni az olimpián? Hát az összes magyarnak, Vasasosnak és Muhari Eszternek, mert amikor a felnőtt UB-n voltunk, és kértünk tőle aláírás, nagyon-nagyon kedves volt velünk.